Jó estét kívánok, köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek. A mai estét újra velünk töltik a közéleti kerekasztalnak, több témája is lesz ma estére. Elsőként a Tata és környéke turisztikai egyesület tevékenységéről beszélünk, de szóba esik majd a 25 éves Turinform iroda története is, miként a Magyari Zoltán Tudás Központ jelenlegi helyzete, programja és stúdió vendégeink pedig Berceli Attila, az egyesület elnöke, és Magyarics Gábor, a munkaszervezet vezetője, de mondhatnám azt is, hogy a Rendház Kft. Vezetője, mert arról is esik majd szó, megbeszélhetnénk nyilván a turisztikai destinációs menedzserként is beszélgethetünk, tehát összetett a dolog, de a téma mégiscsak egy. Én azzal kezdeném, hogy már megtörtént, ugyanúgy, mint az összes többi társadalmi szervezetnél, az egyesületnél is a közhasznúsági jelentés elkészítése, az éves beszámoló, ami 2023-ra vonatkozik. Csináljunk egy kis mérleget, és akkor nézzük meg, hogy annak idején hogyan indult ez az egyesület, és hova jutott, mi most a helyzet, annak idején hányan alapították, vagy milyen körülmények között, és hány tagja van most? Igen, most közel 15 éves múltra tekint vissza az egyesület, valamikor 2010-ben alapítottuk, én a kezdetektől fogva dolgozhattam benne, és egyébként valóban egy biztos, hogy Tatán a turizmus megkerülhetetlen téma. 15 éve is az volt, nyilván mások voltak a szándékok, és ma is az. Persze kérdés valóban, hogy valóban ugyanez a feladat ma, mint ami 15 éve volt. Sok tagunk volt akkor is, ez a taglétszám felbővült, 70 felett vagyunk most is, de az a kérdés egyébként tényleg, hogy mi a feladata egy turizmussal foglalkozó egyesületnek ma, egy biztos, hogy azok, akik ebbe az egyesületbe beléptek, azok azt gondolták, hogy ebből nekik valamilyen előnyük származik. Ez így volt 15 éve is, nyilván az akkori körülmények még talán feltételül szabták ahhoz, hogy pályázaton vehessenek részt turisztikai szereplők. Lehet, hogy ez ma már változott, de az biztos, hogy ma is a turizmus szereplőivel kell kérdéseket találni azokra a válaszokra, amit a turizmus szempontjából a város üzemeltetése, vezetése, jövője felvet. Ez az az út egyébként, amiben voltak olyan állomások, amik nem tettek jót a közösségeknek, nem csak nálunk, hanem sehol. Én szerintem hosszú inaktivitás után, amit okozhatott a Covid, okozhatott az, hogy bizonyos szituációkban a tagjaink a saját problémáik leküzdésével voltak elfoglalva, tehát nagyon nehezen tudnak regenerálódni a közösségek. Speciális, jól kigondolt program kell ahhoz, hogy újra össze lehessen rázni egy sokáig egymással konzultálni nem tudó, találkozni nem tudó szervezetet. És nyilván... Ne ragadjon, kik azok, akik alkotják itt? Önkormányzatok vannak, vagy civilek, vagy hogy néz ki ez a népes csapat? A csapat népes, de a megfontolás, ami miatt az egyesület tagjai lettek, az a turizmushoz való kapcsolódásuk, így aztán turisztikai szolgáltatók, szállásadók, étteremtulajdonosok, önkormányzatok, gyakorlatilag civil szervezetek is, akiknek van egy ilyen működési feladatuk, ezek mind-mind csatlakoztak hozzánk valamilyen szándékkal. Ami a kezdetekre való visszagondolás nagyon könnyűvé teszi, az a lelkesedés, amikor lehetőség volt arra tényleg, hogy egy asztalhoz üljenek mindazok, akik korábban magukat akár még konkurensnek is tekintették egymással szembe. És mindenkiben volt egy olyan szándék, hogy mi az, amit hozzá tudnánk tenni a saját tudásunkkal ahhoz, hogy ez jól működjön. És nyilvánvaló, hogy ez akkor tud jól működni, hogyha egy ilyen szervezet valóban befolyással tud lenni egyébként a város fejlesztésére, működésére. Az a kérdés, hogy ezt az erejét megtartotta a mai napig. Nem feltétlenül az a szándék, hogy a turizmus szereplőinek az érdekei mentén menjünk, mert azért legalábbis az én hitvallásom az, hogy a turizmus sem egy önálló egység, az is csak része egy város életének, és a turizmusban szereplők érdekei sem nőhetnek túl egy város érdekein. És talán a mai feladat pont az, hogy valahogy ezt megfelelő összefüggésbe hozzuk. Tehát a turizmusnak egyébként nyilván vannak árnyoldalai is egy városban, de ezeket is úgy kell kezelni, és itt is a hozzáértőknek a bevonásával, hogy az mindenki számára leginkább az előnyök élvezéséről szóljon. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy ne legyenek a dolgoknak árnyoldalai, hátrányos egyeseket hátrányosan érintő döntések is születhetnek, de az összképben mindenképpen el lehessen mondani, hogy ez a szervezet, tehát a város szövetébe épülő és annak előnyeire működő szervezet kell, hogy legyen. Említettem, elfogadták a beszámolót, mit kell tudni erről beszámolni. Egyáltalán milyen nagyságrendű pénzekről van szó, mert ilyenkor nyilván egy számviteli beszámoló is van a szöveges mellett.
hogyan alakult a, ha úgy tetszik, a büdzséje a korábbiakhoz viszonyítva a jelenlegi? Az Egyesületnek a működése most alapvetően pénzügyi szempontból azt mondhatjuk, hogy biztos lábakon áll. Ez azért is lehet, mert nagyjából három olyan forrásból tud az Egyesület pénzügyi alaphoz jutni, amivel aztán a szakmai feladatokat meg tudja valósítani. Ennek az egyik legnagyobb része a tagdíjakból származik. Ehhez egy nagyon komoly tagdíjrendszerünk van, amit legutoljára 2021-ben alakítottunk át, természetesen a tagok egyetértésével és elfogadásával. Itt milyen nagyságrendű pénzekről beszélünk? Itt körülbelül egy 35 millió forintos összérték jön össze a tagdíjakból. Ehhez Tataváros önkormányzata biztosítja a legnagyobb részt. Egy önálló együttműködési megállapodás keretében, amely gyakorlatilag arról szól, hogy a városban beszedett idegenforgalmi adónak a 40%-át, maximum 25 millió forintot évente az Egyesület részére működésre biztosít, és akkor az ezen felüli rész jön össze a többi tagunktól. Emellett az Egyesületnek vannak saját, mondjuk így szabadidő szolgáltatásai, aminek a köre minden évben bővül, amiből egy 5-10 millió forint körüli összeg szokott évente összejönni. Ezek szabadulójátékok, városnézősétek vezetése, szabadidős programok szervezése, alapvetően ezzel foglalkozunk. Ezeknél figyelünk arra, hogy a saját tagjaink számára konkurenciát ne csináljunk, tehát olyan irányokba visszük el ezeket a szolgáltatásfejlesztéseket, ami mondjuk így még nincsen Tatán, tehát egy piaci részt próbálunk velük megtölteni. És a harmadik forrás, pénzügyi forrásunk általában a különböző pályázatokon szerzett támogatások lehetnek. Itt is kettő irányt szoktunk figyelembe venni, egyrészt saját pályázatokat nyújtunk be, tehát hogy közvetlenül mi elnyerjünk pénzeket fejlesztésekre, illetve alapvetően a tagjaink megkeresése révén a náluk lévő pályázatokba szoktunk szakmai feladatokat ellátni, és ezt természetesen piaci alapon tesszük. Ez már részben a jelenlegi feladatok köre is. Én emlékszem, hogy annak idején, mikor ez elindult, óriási dolog volt, hogy egy egységes kiadvány készülhetett a városról, mert mindenki óckodott, hogy bármi közösbe betegyen, akár három fillért is, még hogyha annak látta valamilyen hasznát is. Most hol tartanak, milyen olyan konkrét szolgáltatásai vannak, vagy lehetnek az Egyesületnek, amiért, hogy önfogalmazott, érdemes belépni az Egyesületbe? Igen, ez mindig kérdés, és kérdezik ezt, felvetik ezt a kérdést sokszor, akár a képviselők is, hogy milyen szolgáltatást nyújt az Egyesület munkaszervezete. Sokan ezt úgy képzelik el, hogy maga a munkaszervezet egy turisztikai szolgáltató, tehát valami olyasmit talál ki, amit a turistáknak, vagy adott esetben tatajaknak szabadidőszolgáltatás keretében nyújtani tud. De az alapfilozófiája nem ez az Egyesületnek. A munkaszervezet az azért jött létre, hogy a tagokat támogassa. És a tagoknak, mint turisztikai szereplőknek, és ez sokszor van példa, van szükség arra a szaktudásra, amivel a munkaszervezet bír, tehát hiszen szakemberek dolgoznak ott, mi lehet ez, bármilyen marketing területen végzett munka, hatástanulmányok készítése, tehát egy turisztikai szakmai munkáról van szó, és az optimális és a szép az lenne, hogyha maguk a tagság köréből vennék igénybe ezt a tudást, ezért jött ez létre. Emellett persze nyilván nem baj az, hogyha van olyan szolgáltatásunk, ami nem a tagoknak, hanem kifejezetten a turistáknak szól, ilyen például ugye a szabadulószoba, és azok a dolgok, amikkel egyébként a munkaszervezetünk foglalkozik, de azért, ha jól belegondolunk, akkor a munkaszervezet felépítése, a szakemberek azért nem arra lettek delegálva, hogy ilyen dolgokat találjanak ki, legfeljebb abban az értelemben, ha valamelyik tag számára teszik ezt meg, hiszen ebbe valóban adhatnak tanácsot, kidolgozhatnak dolgokat. Most ez az a szolgáltatási rendszer, ami
hol intenzív, hol nem. Nyilván függ attól, hogy milyen pályázatok vannak, nyilván függ attól, hogy maguk a tagjainknak milyen kialakult szokásaik vannak erre nézve, de mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy ezt a szaktudást használnák fel elsősorban a tagságunk, és másodszorban végeznénk mi önállóan mondjuk olyan turisztikai szolgáltatást, ami kifejezetten turisztikai célcsoportokra van optimalizálva. Nem levecsülve az összes többi hasonló szervezetet a megyébe, vagy mondjuk tágabb Pátriánkat, hogyha nézzük, de elég sokan vannak olyanok, akik ugyan már arról szól, hogy Tata és környéke, de bizony vannak olyanok, akik ugyancsak környékbeli, akár cégek, vagy mondjuk önkormányzatok. Ez minek tudható be? Most nem gondolom, hogy egy önszidolozást kellene csinálni, de nyilván, hogy valamifajta hatékonysága csak van a Tatai Egyesületnek ahhoz, hogy nem máshova mennek. Igen, egyébként a Tatai és környéke turisztikai egyesület elmúlt 15 évének egyébként, ha már így veszük, az egyik nagy eredménye az, hogy az ilyen típusú szervezetek Magyarországon anno 2008-9 tájékán pályázati lehetőségekre épülve jöttek létre. Ugye ilyen esetekben azért mindig nagy kérdés az, hogy ha ezeknek a forrásoknak vége, vagy már nem olyan formában lehet rájuk pályázni, akkor egy-egy ilyen szervezet meg tud-e élni. Tehát magyarul tovább tud-e élni pályázatok nélkül is, tud-e a tagjai számára olyan szakmai hátteret adni, amiért érdemes a tagja lenni, és ezért ugye működtetni. Én azt gondolom, hogy sőt, azt is mondhatom, hogy tudomásom van róla, amivel a Országos TDM Szövetségnek is az alelnöke vagyok, hogy a Tatai Egyesület az országos szinten mintaként szolgál egyébként más térségek, régiók, önkormányzatok, szervezetek számára, hogy hogyan lehet ezt a váltást, vagy ezt a hosszú távú működést biztosítani. Hogyha említette, hogy országos szinten, azért most itt Tatán egy picit, lehet, hogy a kampány miatt, de valahol, hogy egyre erősebb az hang, hogy megtelt Tata. És ezért gondolom, vagy ezért kapaszkodnék ebbe az által elmondottakba, hogy országos szinten ezt hogyan csinálják? Van erre valami fajta jó itiner, hogy úgyis meg legyen a kecske is, a káposzta is, azért elmenjen a város hírnere, jöjjenek ide emberek, mert hát sokan ebből élnek, de ugyanakkor meg a másik része is működőképes maradjon? Hát egységes gyakorlat nincs. Tehát ez ugye minden terület más, és másképp kell kezelni. Az biztos, hogy az a folyamat, hogy egy várost vagy egy térséget egyre több turista, vendég látogat, az valamennyire rajtunk kívülálló folyamat. Tehát nem tudjuk befolyásolni olyan értelemben, hogy a város nem tudjuk lezárni, tehát azt mondani, hogy ide több turista ne jöjjön, vagy kiránduló. Ők meg fognak jelenni. A kérdés az, és én azt gondolom az elkövetkezendő éveknek, de inkább rövid távon már az a nagy szakmai kihívása, és ebbe az egyesületnek is nagyon fontos szerepe lehet, hogy azokat a negatív hatásokat, amik jelenleg már a várost érintik, én azt gondolom nem a turisták, tehát nem azok részéről, akik itt megszállnak, vendégészakát töltenek el a különböző szálláshelyeken, hanem alapvetően a kirándulók, akik rövid időre, egy hétvégi napon pár órára hozzánk érkeznek nagyon nagy tömegben, és azokat a negatív hatásokat például az öreg tó partján, mondjuk a Fáklya utca és az építők parkja közötti szakaszon előidézik. Ezt a típusú látogató forgalmat valamilyen módon kezelni, mederbe terelni, a negatív hatásokat valamilyen módon csökkenteni. Még egyszer mondom, erre általánosan használható gyakorlat nincsen. Ha most valaki figyeli a híradásokat nemzetközi szinten, például Velence esetében, a Velencébe történő belépéskori látogatói díj fizetés bevezetése nem hozta meg a várt eredményt. Tehát nem lett kevesebb turista azért, mert ezt a díjat bevezették, ott is megpróbálkoztak valamivel, nem sikerült. Ezt csak arra mondom, hogy ha van is valahol gyakorlat, azt valószínűleg ide Tatára nem lehet egy az egyben átvenni. Tehát itt teljesen magunknak, a városvezetéssel, a turisztikai szakemberekkel együtt át kell gondolni, hogy itt mit lehet tenni. Mi erről korábban beszélgettünk már, hogy milyen folyamodványai lehetnek, vagy milyen kiút.
Így van egyébként, ugye ez a megtelt tata valóban ki lehet jelenteni. Én is látom, hogy sokszor, hogy megtelt tata, de mondjuk képzeljünk el mondjuk egy valakit, akinek üzlete van, és mondja, bár ő is így látná, hogy megtelt tata, mert ő nem látja mondjuk a bevételei, hogy ez még mindig egy stabil üzletfolyamatot eredményezne. Ez azért van, mert nyilván megvan, hogy mikor és hol telt meg tata. Tehát ezeket a dolgokat valóban nyilván mennyiségben, térben, időben lehet módosítani. Tehát azért azt nem mondhatjuk ugye, hogy mondjuk januárban egy szerdán megtelt tata, tehát meg azt sem mondhatjuk egyébként, hogy mondjuk minden része megtelt tatának. Itt a feladat az, és ebben igaza van a kollégámnak, hogy egy biztos, hogy sorompót nem ereszthetünk le a tatára bevezető utakon, hogy ezt valamilyen módon, nyilván egy városfejlesztési bravúrral gyakorlatilag irányítani kell. Tehát egyrészt nyilván van az a vendégkör, amelyik bizonyos, mondjuk így, kritériumokkal érkezik tatára. Ha ezek a kritériumok számára nem adottak, akkor nem fog jönni. Tehát, hogyha valaki azért akar idejönni, mert ő itt semmiért nem hajlandó fizetni, csak sétálni akar, akkor meg kell teremteni annak a módját, hogy azért valamiért mégis kelljen, és akkor majd eldönti, hogy akkor hagy itt valami hasznot ebből a látogatásból tatának, vagy inkább nem jön tatára. És ezt minden szinten át kell gondolni. Én szerintem ez is egy olyan feladat, amiért érdemes egy ilyen egyesületbe gondolkozni. Egyrészt, mert remélem az, hogy van bizonyos mondjuk így városfejlesztési, üzemeltetési tapasztalat is az egyesületen belül, meg nyilván megvan az, hogy azért ne alakuljon ki mégse egy ellenszem a turizmussal szemben, mert az sem fog jót tenni nekünk. 25 év Turinform iroda. Tulajdonképpen témaváltás is, de igazából nem az. Nyilván, hogy ezt a 25 évet önök értékelték, már áttekintették sokféle szempontból. Milyen konklúziói vannak ennek a 25 évnek? Igen, ezt a 25 évet úgy kell érteni, hogy ugye Tatán működik egy turisztikai információs iroda, amely kérte a felvételét a Turinform irodák hálózatába. Ugye ez egy országos hálózat, amelynek a névhasználati jogait azt a mindenkori kormányzat és annak a turisztikai szervei birtokolják, most éppen a Magyar Turisztikai Ügynökség. Tehát ennek a keretébe üzemeltetjük most 2010 óta a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület ezt az irodát. De a 25 év alatt ugye más üzemeltető szervezetek és nagyon sok kolléga dolgozott már ott, akik döntéshozóként vagy éppen munkavállalóként hozzájárultak ahhoz, hogy ez így, hogy ez a negyed évszázad így telt el. Változás történt természetesen. Ugye 25 évvel ezelőtt mondhatjuk azt, hogy egy alapvető dolog volt, hogyha egy turista, egy vendég elment valamilyen térségbe, egy városba, akkor első útja ebbe az információs irodába vezetett, és ott magához vette a lehető legtöbb nyomtatott kiadványt, és azzal elindult a térséget felfedezni. Hát ma már ez egy kicsit másképp van. Bejönnek hozzánk látogatók, de azért nem olyan számban, ahogy korábban, már mint személyesen. Viszont információt szolgáltatni más csatornákon, itt alapvetően az elektronikus utakat értem, viszont rengetegen keresnek meg minket és kérnek tájékozódási pontokat. Erre nekünk is fel kellett készülni, olyan értelemben is, hogy az irodában elérhető információs anyagoknak a formátuma, tehát a nyomtatott anyagok, az elektronikus anyagok, a mindenféle egyéb dolgokat át kellett struktúrálni, és a mai igényekhez hozzáigazítani. Ajándéktárgyak, Tata és környéke, illetve emléktárgyak, ez megint egy olyan szegmense a turisztikának, ami sok esetben hasznot hoz, sok esetben meg, hát mondjam, nem annyira. Igen, hát ezeknek a körét is egyszerűen azt kell mondani, hogy a kereslethez kell igazítani. Tehát kitalálhatunk mi bármilyen innovatív dolgot, amit szeretnénk ott árusítani, ha egyébként az iránt a kereslet nincsen meg. Tehát itt jön az, hogy ezeknek a termékeknek forognia kell az irodában, mert különben csak ott állnak. Ebből mindig van egy kis hát gondolkodás az, hogy mégse a silány minőség felé menjünk el, hanem valami értéket is teremtsünk vele.
de mégis olyan áron, árkategóriába tudjuk azt értékesíteni, amit aztán meg is vásárolnak nálunk. Ez egy elég vékony jég, de azért mindig megugorjuk. Egy példát mondok, hogy hogy próbálunk mindig újítani, hogy a Kunidomokos Múzeum például minden évben a Talentum iskolával közösen egy ilyen kreatív pályázatot hirdet meg, ahol különböző kiadványtervek, ajándéktártervek készülnek, és minden évben azokat áttekintve azért azok közül válogatva például be tudunk illeszteni egy-két olyan új terméket, amit aztán ott az irodában tudunk értékesíteni. Tehát az angol kertes szellárium, vagy szellárius, ez körülbelül ezt a dolgot lefedi, vagy az egy egészen más az gondolat? Az egy kicsit más tartalommal bír. Most ugye a jelenlegi Cellariusról talán most én nem tudok éppen nyilatkozni, de gyakorlatilag volt egy olyan célja, igen, hogy megjelenítse azokat a főleg kézműves technikával egyedi módon produktumokat előállító tatajakat, tatai környékieket, akik erre máshol nem volt lehetősége, és egy olyan helyen, ami kellően reprezentatív környezetben van, és sok olyan ember botlik bele, aki egyébként nem tatai, hanem némileg akkor egyfajta tataiságot is tükröz így a világ felé, akár a ide látogató vendégeken keresztül. Csak meggondolom, ez nem egy egyszerű alkalom, vagy nem egyszerű alkalom, hanem amit említett, hogy vannak ilyen kezdeményezések, hanem nyilván ez megint a turizmusnak egy olyan ága, vagy ha úgy tetszik, egy kis szegmense, amit jól átgondoltan kell csinálni, meg nyilván, hogy valami szakember elképzelései mellett. Turinform irodákra visszakanyarodva, országos szinten mennyire van ezeknek az irodáknak még olyan jellegű létjogosultsága az internet világában, amikor már effektíve nem feltétlenül egy iroda legyen, hanem csak egy szolgáltatóhely? Ugye van még létjogosultsága, ahogy itt Tatán is említettem, hogy igen, betérnek hozzánk vendégek, tehát van egy olyan vendégkör, aki igényli ezt, sőt én mindig azt szoktam mondani, hogy még azok is, akik egyébként okos eszközöket használnak, látom napi szinten az irodába, azok is, mikor megérkeznek Tatára, itt mondjuk ilyen kerékpárosokra gondolok, akik a Dunamentén kerékpározva letévednek Tatára, GPS-szel mindennel felszerelkezve, első dolog bejön az irodába, és szeretne gyors információt, egy térképet magához venni, minden, és akkor úgy szoktak tovább menni a városba, tehát erre van igény. Mondom, kicsit átstruktúrálódott a dolog. Országos szinten a hálózat, ki kell mondani, hogy kevesebb irodából áll, mint mondjuk 25 évvel ezelőtt, de ettől függetlenül működik. A másik fontos tevékenysége lehet egyébként egy irodának, egy ilyen Turinform irodának, hogy nem csak a turisták számára nyújt szolgáltatást, hanem a helyben élő lakosság számára is, ilyen a miénk is. Tehát nálunk ugye például a nagy jegyrendszereken színház, koncert, bármilyen jegyet tudnak nálunk venni, és nagyon sokan ezt szeretik, és nem interneten megvásárolni, hanem rajtunk keresztül. Itt Tatán fölvállaltunk együttműködési megállapodásokkal olyan egyéb feladatokat is, ami az iroda tevékenységei közé beilleszthető volt, például a Tata kártya ügyfélszolgálati feladatait. Emögött az volt a gondolat például, hogy ne kelljen a Tata kártya ügyfélszolgálata miatt egy másik irodát, vagy egy ügyfélszolgálatot személyzettel, helységgel fenntartani, ha egyébként a Turinform iroda nyitva van rendszeresen, és ott ezt a feladatot el tudjuk látni, akkor integráljuk be, és tökéletesen működik évek óta. Tehát én ezt látom egy iránynak, hogy ne csak a turisták, a ideérkező vendégek, hanem a helyben élők számára is, ha egy iroda tud szolgáltatást nyújtani, akkor van létjogosultsága. Valamilyen szinten konkurenciája egymásnak, és ha igen, akkor hol húznak határt? Mármint az Egyesület és a Turinform iroda, mint önálló. Nem, tehát az iroda az nem önálló. Tehát a Turinform irodáknak a névhasználati szerződéséből adódó tulajdonsága az, hogy mögötte van egy fenntartó szervezet.
Tehát és az akkor csak ez egy, az egyesület. És az az egyesület. Tehát ez csak a tevékenységeinknek, az egyesületi tevékenységek egy része az, hogy mi információs irodát is üzemeltetünk. Mert sokan gondoltuk úgy, hogy ez egy külön történet? Nem. Nem. Ja. Nem tudom, hogy turisztika és egyebek ügyben, amit én mondjuk nem kérdeztem meg, de fontos lenne azért most így a 2023-as év lezárását követően elmondani, vagy válthatunk. Arra szeretnék biztatni mindenkit a tagjaink közül, de akik még nem a tagjaink, hogy vegyenek részt abban a munkában, ami biztos, hogy fontos lesz a közeljövőben, mert tényleg szükség van arra, hogy a turizmus szerepét és a jellemzőit meghatározzuk. Azért is, mert ez része Tatának, és mindenki tudja, hogy itt tennivaló van, ezt szerintem mindenki érzi, aki tatai. Akkor nyilván, hogy önökhöz kell bekopogtatni, vagy milyen formában gondolják ezt? Szerintem nagyon sok formája van ennek, nyilvánvalóan fog erre más is lehetőséget adni, de a tagjaink közül nyilván arra kérném őket, hogy igen, ezen, tehát ők is egyrészt gondolkodjanak el, igyekszem én is arra ösztönözni a munkaszervezetet, hogy adjunk lehetőséget, felületet arra nézve, hogy egyrészt tájékozódjanak az emberek, vagy akár a tagjaink, és nyilván kell egy koncepció, hogy mentén szeretnénk elindulni. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezt az újonnan létrejövő városvezetés is érezze, hogy azt a szakmai tudást, amit egyébként a tagok által fölhalmoztunk itt az Egyesületbe, azt ők igénybe tudják venni. Váltsunk témát, ez pedig olyan nagyon messzire nem kell menni, csak ide a szomszédba, ez a Magyari Zoltán Tudás Központ, ön mint a Rendház Kft. Igazgatója. Nyilván, hogy nem csak a utolsó pár hét vagy hónap történéseit ismeri, hanem a korábbiakat is, mert hát a Városkapu vezérigazgatójaként valamilyen szinten még ez a folyamat ott indult el. Hol tart most? Mi az, ami kimondható a Magyari Zoltán Tudás Központról? Mi az, ami szolgáltatásba megjelenik már, és mi az, ami még mondjuk egy kicsit várat magára? Talán azért érdemes egy picit visszamenni, mert tényleg én tudok. Másrészt pedig az, hogy hol tartunk, mert ezt úgy lehet könnyen megérteni, hogyha látjuk, hogy ez milyen környezetbe helyeződik be. Valóban 2013-ban volt egy első olvasatban tárgyalt képviselőtestületi döntés, ami elfogadta azt a javaslatot a Városkapu részéről, hogy a honvédség épülete, tehát az egykori tisztiklub könyvtár legyen. Több dolgot vizsgáltunk akkor, hogy mi lehetne még, nyilván volt a honvédségnek egy elvárása, hogy ez valamilyen közművelői tevékenységet végezzen, tehát egy kulturális tevékenységet végezzen. És akkor még a Városkapunak volt egy olyan szándéka, még a 2013-ban még jól aktívan működő művelődési házal, hogy az ott felszabaduló tereket fel tudja használni. Létrejött egy könyvtár, mára, de ha megnézzük a könyvtárakat, és itt megint érdemes egy picit visszamenni, mondjuk 2015-ig, akkor azt vesszük észre, hogy a könyvtári dokumentumok kölcsönzési száma egyre csökkenni kezdett. Nem csak nálunk, valószínűleg mindenütt a világon. Nálunk volt akkor körülbelül 28 ezer átlagban egy könyvtárnak a kölcsönzési dokumentum mennyisége, ebben benne vannak a nagy könyvtárak, meg a kicsik is, tehát ez egy átlag, és azt lehetett látni, hogy évről évre 1000-1500-as tempóban csökkenni kezdett. Jött a Covid, és akkor lenullázódott, de azt most ne vegyük figyelembe. Hogyan reagáltak egyébként egészségesen a könyvtárak? Elkezdtek azon gondolkozni, hogy hogyan tudják végül is kompenzálni ezt a fajta csökkenést. És érdekes módon az lett az eredmény, hogy bár a dokumentum kölcsönzési szám az csökkent, de a könyvtár látogatási szám növekedni kezdett. Ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy mint közművelődési létesítmények kezdtek el funkcionálni, rendezvényeket szerveztek, eseményeket szerveztek, tehát többen mentek a könyvtárba, mint előtte, de kevesebbet kölcsönöztek. Na most, ma is ez a helyzet, hogy mi tud egy könyvtár több lenni, mint mivel tud több lenni, mint csak egy könyvtár, mert mára is ki kell találni valamit, és nyilván megnéztük ennek az épületnek az infrastrukturális adottságait, és azt mondtuk, hogy legyen ez egy tudásközpont is, és hogy kell ezt elképzelni, mert mindig az a kérdés, hogy gyakorlatilag mitől lesz ez tudásközpont, és én most azt tudom elmondani, ahogy én elképzelem egy tudásközpont működését, hiszen ezért ez még folyamatában van, hogy kialakuljon. Gyakorlatilag, amikor valaki bemegy egy könyvtárba, akkor mondjuk úgy, hogy rendelkezik, ott, van ott egy adatbázis, egy tudás, amiből ő kivisz magával valamit. Akár mert ott valamit tanulmányt folytat, tanulmányoz, kutat, vagy pedig tényleg kivisz egy könyvet. És a tudásközpont pedig lenne az, ahol
lehetővé tesszük, hogy akinek valamilyen tudása van, az behozza ide. És ez azt jelenteni, hogy ebből a szempontból nekünk partnereink lennének mindazok a közösségek, szervezetek, intézmények, akik a városfejlesztésben valamilyen tudással bírnak, és nekik adnánk itt helyszínt arra, hogy ők itt ezt a tudást megjelenítsék, és adott esetben a mindenkori döntéshozók, városvezetők, vagy bárki ezt hasznosítani tudja. Tehát a tudásközpont az én véleményem szerint az a funkciója lenne ennek a háznak, ami otthont ad, lehetőséget ad mindazoknak, akik úgy érzik, hogy Tata életébe pozitívan bele tudnak szólni, hozzá tudnak tenni. És erre ez az épület alkalmas, hiszen megvan mindaz a helyiség infrastruktúra, amivel mi ezt biztosítani tudjuk, és reméljük, hogy létjön az a munkaszervezet is, amelyik ezt szervezni tudja. Hát ez lett volna a következő kérdés, hogy ez egy elmélet, de az hogyan lesz ebből gyakorlat? Ebből úgy lenne gyakorlat, hogy nyilván azonosítani kell azokat, akik egyébként ebben szerepet tudnak játszani, vagy ő önmagukat azonosítják, és azokkal a programokkal, amikkel ők hozzá tudnak tenni ehhez a működési mechanizmushoz, módszertanhoz, megjelennek. Akár program keretében, és ez sok minden lehet. Ismeretterjesztő előadásoktól kezdve konkrét konferenciák, konkrét fórumok. Nyilván legjobb az, ha itt is érezteti a városvezetés, hogy erre szüksége van. Tehát, hogy ezt a tudást felhasználja. Nagyon nehéz úgy hosszú ideig dolgozni, hogyha előbb-utóbb azt érezzük, hogy falnak beszélünk, ez mindenütt így van. De hogyha tényleg azokat, akik ebben már elértek egy bizonyos szintet és szándékuk van rá, akkor elképzelhető, hogy ezt a tudást, ezt igénybe fogják venni. És nyilván itt nem csak arról van szó, hogy ez azért jó, mert akkor tényleg a város vezetésében van arra lehetőség, hogy bizonyos nézőpontokat megfontoljanak, hanem a tatai emberek számára, akit ez a téma érdekel. Mert szeretné tudni azt, hogy működik egy háztartás akkor, hogyha azt is zöld szemlélettel működtetjük, szeretné tudni, hogy lehet megfelelően gazdálkodni. És itt leginkább ugye a kulturális alapú gazdaságfejlesztés lenne az, ami leginkább ezen a területen fejleszthető lenne, minden esetre a központi témájává lehetne tenni a tudásközpontnak. És nyilván ott van még a másik oldal, a könyvtár, ahol gyakorlatilag egy óriási információs adatbázis szakszerű kezelésével tudják segíteni akár a datai embereket, akár a szervezeteket. Az elképzelések között szerepelt meg, hát a megvalósításban is szerepel egy úgynevezett kávéház. Sokan gondolták, hogy ez egy vendéglátóipari egység, legyen bevétele a cégnek, és akkor majd ott el lehet kávézgatni, de sokkal több ez annál, mert legalábbis a szándék az, hogy ez ennél sokkal többet nyújtson. Menjünk vissza megint. Volt egy művelődési központunk, volt benne egy könyvtár, és szerintem volt egy kávénak nevezett vendéglátó egysége, ahol szerintem generációk nőttek fel, és majdnem azt mondom, hogy kultikus helyé vált. Nem hiszem, hogy a vendéglátás idegen lenne egyébként a kultúrától, mert akkor nem tudom, Krúdi hol írta volna meg egyébként tényleg a szenzációs dolgait. Tehát ez mindenképpen egy olyan hely kell, hogy legyen egyrészt, hogy vonzó legyen a fiatalok számára is. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy egy progresszív hely kell, és az, hogy van egy gyakorlatilag coworkinggel egy bekötött, mondjuk egy hibrid vendéglátóhelye. Vagyis mondjuk magyarul? Ez azt jelenti, gyakorlatilag a coworking, ugye ez mondjuk így, hogy egy nagyvárosi neonomád létforma a munkára, tehát gyakorlatilag egyterű irodahelyiséget jelent, ahol olyanok dolgoznak, akik ezt szeretik, mert vannak ilyenek nagyon sokan, vagy éppen nincsen irodájuk, de nyilván nem csak egy asztalt kapnak, ahova letehetik az eszközeiket és dolgozhatnak, hanem hozzá olyan háttértámogatást, ha szükségük van rá, kisebb helyiséget, hogy akár egy interjút le tudjanak folytatni, vagy egy üzleti megbeszélést, vagy sőt, akár egy workshopot hozzanak létre. Tehát ez egyfajta támogatás azoknak, akik nem rendelkeznek ezzel az infrastruktúrával, vagy rendelkeznek, de ilyen körülmények között szeretnék megtartani, mert nyilván ez valazért mégiscsak egy tényleg egy érdekes, mondjuk azt, hogy egy újszerű dolog Tatán is, és mellette van egy klasszikus vendéglátás, ami azt jelenti, hogy az is betérhet, aki nem ezt a szolgáltatást szeretné igénybe venni, de tetszik neki a hely. És mi abban bízunk, hogy ez hosszú távon a
házban folyó munkát teszi még transzparensebbé, tehát olyanokba is belebotlunk egyébként, akik lehet, hogy ezért jönnek hozzánk, mert épp betérnek véletlenül, és akkor fogják megismerni, ha egy kicsit beljebb megyek, akkor mi minden van még itt. Van erre már jelenleg valós igény, vagy ez még csak egy olyan lehetőség, amivel kínálják azokat, akik esetleg majd ezzel szeretnének? Valós igény nyilván van, mert ráadásul nem is mi találtuk ki, talán mondjuk ezt a speciális formát, ezt a kettősséget lehet, hogy mondjuk egy tatai egyediségnek lehet majd későbbiekben nevezni. A kérdés az, hogy a hely, ahol mi ezt megcsináljuk, ott működik-e? Tehát az biztos, hogy van erre valós igény, csak nem feltétlenül nálunk. Ez egy nagyvárosi, jellemzően ott létrejövő létformája egyébként ezeknek a helyeknek. De ha azt vesszük, akkor mondjuk Tatát és a környéken dolgozókat, akiknek nem feltétlenül jelenik meg ez a nagyvárosi létforma, esetleg csak Budapesten, elképzelhető, hogy ebből a szempontból viszont mégiscsak fognak érdeklődni iránta. Tehát ha vesszük egyébként a környékbeli nagyipari parkokat, vagy akár a szomszédváraknak, a szomszédvárosoknak a helyzetét, akkor azt lehet mondani, hogy ebből a szempontból Tata valami extrát nyújt, és még én azt gondolom, hogy ő számunkra is vonzó lehet ez. Mikor korábban beszélgettünk, mint vezérigazgatóként, és úgy is beszélgettünk, mint feladatot vállalóként, akkor mindig azt szoktam kérdezni a beszélgetés végén, hogy mikor datálja azt, hogy amikor már az ön elképzelése, az ön keze munkája valamilyen szinten megmutatkozik, vagy mérhetővé válik, vagy láthatóvá válik. Van ilyen, mondhatok ilyen aspektust erre a tevékenységi körre, már mint a Magyari Zoltán Tudásközpont beindulása, vagy működése, vagy éppen, most nem akarok poénkodni, dübörgése? Hát egyrészt igen, de nekem nem csak ezeket a megfontolásokat kell figyelembe venni, nekem munkatársaim vannak, akiknek vannak hétköznapjaik, munkáik, segítséget várnak, meg kell szokniuk új dolgokat. Tehát én most nem úgy kell elképzelni, hogy csak mint akit álmodozik, aztán alig várom, hogy valami megvalósuljon. Tehát nekem van több kollégám, akiknek mindennapi problémáik vannak, amiket meg kell oldani, szeretnének ők is minél jobb megélhetést, tehát ez legalább annyira fontos. És sőt, ha nem fontosabb egyébként, és nyilván úgy haladva egyébként tényleg, hogy ezek megvalósuljanak, minden egyes megtett méternek örülünk. Tehát egyre közelebb vagyunk hozzá, bízom benne, hogy a jövő héten már ez a Coworking kávéház is nyitva lesz a közönség számára, és miután működik valami, akkor tudunk megbizonyosodni róla, hogy ez valóban jó, vagy más irányt kell venni, vagy csak korrigálni kell valamit. Remélem, minél kevesebb zsákutcába fordulunk be, mert ugye visszafordulni mindig nehezebb, mint egy kicsit korrigálni. De én azt látom egyébként, hogy a legfontosabb dolog, és mindig az a legfontosabb dolog, a hely. Tehát bármit csinálunk, ha nem szentelünk neki konkrétan egy fizikai valósággal rendelkező helyet, akkor az egész csak egy illúziónak tűnik. És itt viszont a hely, ami szerintem méltó erre, ennek a célnak, az már létezik és megvan. És ez volt a legnagyobb lépés, és ezt már megtette a város. Ez végszónak is jó. Annak ellenére azt akartam a két mondattal ezelőtt még megkérdezni, hogy de azért ugye pesszimista vagy éppen optimista ez ügyben, de akkor már megválaszolta, mert nekem az jött át, hogy optimista, hogy ez megvalósítható. Tehát meg tudjuk valósítani. Kérdés az, hogy ezt eredményesen tudjuk megvalósítani, vagy csak azt mondjuk rá, hogy megvalósítottuk. Ahhoz, hogy eredményesen tudjuk, ahhoz mindenképpen kellenek a tataiak. Uraim, köszönöm szépen a beszélgetést. Nézzünk pedig, megköszönöm megtisztelő figyelmét, további szép estét kívánok!